Egy olyan családos ember töltek meg, aki biztosan nem szólított fel a szerbek és az albánok közötti visszájokra, mondta el Alexander Vucic a Nemzetbiztonsági Tanács ülését követő sajtótájékoztatón. A támadás az egész szerb nemzet ellen irányul, és az eset terrorcselekménynek minősül. Szerbia pedig úgy is fogja kezelni, emelte ki a szerb köztársasági elnök. A uhapšeni i kažnjeni, očekujemo da to urade oni čiji je to posao, ukoliko oni to ne urade, uradićemo mi. Mi smo spremni i zahtevali smo da učestvujemo u toj istrazi zajedno, mislimo da imamo stručne ljude koji mogu i tekako da pomognu, čak i ako to ne budu radili mi ćemo voditi našu zasebnu istragu. A szerb államfő kitért arra is, hogy Szerbia brüsszeli delegációja azonnal megszakította a brüsszelben folytatott megbeszéléseket, mivel értelmetlennek tartja a dialógus folytatását folyamatos fenyegetések közepette. Továbbá hangsúlyozta azt is, hogy nem fogják megengedni azt, hogy egyesek esetlegesen Szerbiát tegyék felelőssé Oliver Ivanovics meggyilkolását illetően. pismo organima Euleksa i Unmika sa našim zahtevom, ne željom, već zahtevom da državni organi Republike Srbije učestvuju u provođenju istrage na teritoriji Kosova i Metohije, zato što smo uvereni da bi učešće državnih organa Republike Srbije značilo otkrivanje istine o ubistvu Olivera Ivanovića. Alexander Vucic elmondta, Szerbia rendelkezik olyan információkkal, amelyek akár a tettesek felderítéséhez is vezethetnének. Egyelőre azonban a sikeres nyomozás érdekében nem nyilatkozhat további részletekről.